Igazi és vak ablakokkal magasodik a múzeum különleges homlokzata. Az intézmény a görögkatolikus hittudományi főiskola mellé épült. A földszinti fogadótérben már áll a pult, de még az utolsó simításokra vár a helyiség. Az első emeleti félhomályban lévő térben lesznek kiállítva a görögkatolikus gyűjtemény legszebb darabjai. A beruházás szakmai vezetője azt mondta, az országban egyedülálló múzeum létesül. Egy nagyon különleges dolog az, hogy Magyarországon a görögkatolikus vallásúaknak még nincs önálló múzeuma. Van egy egyházművészeti gyűjteményünk, de önálló intézményként most tudunk majd megnyitni. A múzeumunk törzsanyaga az elsősorban a vallásgyakorlathoz kapcsolódó liturgikus tárgyakat, ikonokat, festményeket, ötvös tárgyakat, textileket tartalmaz. Ez a törzsanyagunk, de a múzeum lehetőséget ad arra, hogy a gyűjtőkörünket kiszélesítsük, és egy teljes körű görögkatolikus örökség kutatást és tárgyi emlékek felkutatását, feltárását és begyűjtését el tudjuk kezdeni. A második emeleten, a Bethlen Gábor utca felé eső szárnyban 10 egyenként kétágyas szobát alakítanak ki a főiskolára érkező professzorok, oktatók számára, de helyet kap az épületben múzeumpedagógiai tér és restaurátori műhely is. A beruházás a végső fázisába érkezett. A beruházás gyakorlatilag befejeződött, a használatbavételi engedélyezési eljárás tart most, és a belső berendezés, a mobiliák, bútoroknak a gyártása, illetve az elhelyezése, és a szakmai rész a múzeumi raktárak kialakítása, hogy majd a régi helyről át tudjuk költöztetni a tárgyainkat a megújult és az új múzeumban. Úgy számolnak, hogy ősszel és télen a költözés és a gyűjtemény elrendezése megtörténik. Várhatóan a jövő év első felében nyitja meg kapuit a nagy közönség előtt az új görögkatolikus múzeum Nyíregyházán.